És mostantól új terepekre tévedtünk. Hála jó Istennek. Valószínűleg a mókusok így kiabálnak ilyen, hogyha már látunk olyan dolgokat, hogy valaki predátor hőlátással pásztáznak minket, ez biztos egy alien volt akkor. Annyira szeretném ma odérni abba a kabinba, el sem tudjátok képzelni. Igen. Ajaj. Hello! Hello! Someone there? Jó ötlet, Mike, jó ötlet. Oh, what a spy! Oh, vagy úgy. Ez egy szarvas volt, vagy ott nem láttam tisztán. Oké. Semmi gond, mindenki rendben van. Ha jól láttam, Mr. Szarvas kicsit nehezményeztőkővel dobáltam őt, de hát na. De hát na. Ő kezdte a dolgot. Ó, végre, hát ez nagyon jól néz ki. Nem, ez biztos nem a kabin, ez nem. Ez is nagyon jól néz ki, de nem, tehát... ez egy kicsit hiányos. Ó, nocsak! Nocsak, ez egy öreg maszk. Öreg maszk. Egy öreg bányász maszk ráadásul. Ó, Billy Bates, jó. Egy pillanatra majdnem elkezdtem rögni, Billy Gatesnek hívták a bányászt. Aki volt, de nem. Igen, azért. Lehet jobb, hogyha megmutatjuk a leányzónak, hogy ezt találtuk. Nézd, egy maszk! Hey. Mit csinálsz? Stop. Ah, hogy igen, egész jól néz ki. Oké. Okay. Nem vagyok 100%-ig biztos abban, hogy minden megnéztünk ide bent. De... úgy néz ki, igen. Jól van, na! Akkor tovább a kabinba. A kabin. Mi erre van? Irány a kabin. Oké, a szarvas úr, akit megdobtunk valószínűleg, még mindig erre ugrabugrál. Őha. Ó. Basszus kulcs. Hát veled meg mi történt? Jesszus. Szegény jól elintézték. Gondolod? Hey, buddy. God, the poor thing. It's okay. It's okay. It's okay. Mike, it's in so much pain. It'll be over soon. Boss. Okay, buddy. It'll be over soon. Oh! Run! Run! Oh my God! What the hell was that? Nem tudni. Nem tudni. A
a mezőfőn így látják a világot. Nem hinném. Ó, igen. Jessica. Gyere. Ne csapjál le engem, hogy segíteni próbálok. Hülyen ember. Skacok. Nem tudni. Ti annyira passzoltok egymáshoz, ti ketten a hajt. Gondolod? Végül is csak neki kell feszülnie a kis testével, és már bent is van. A lady would like to cuddle up with her man by a nice cozy fire bathed in atmospheric mood lighting. Right, it'll get plenty thirsty once we're rubbing up against each other. Mike, the pervers this dude. Fire and mood lighting. Yes. Jól van, hát akkor csináljunk hangulatot. Valahogy lehegyünk tüzet ebbe a helybe, de előbb. Őslakos mítoszok és legendák. Nem lehet matatni vele csak így. Vagy úgy. Már is. Az anyamedve visszatért. She was enraged and attacked the merchant, but he managed to escape with her cup pelts. Az anyamedve visszatért, dühöngött és rátámadt a kereskedőre, de ő el tudott menekülni a bocsoknak a... Csituljál már próbál fordítani. Szóval sikerült elmenekülnie a bocsainak a szörméjével. A mighty eagle saw this and whooped at the merchant as he ran through the trees, but a gunshot frightened the eagle away. Egy hatalmas sas látta ezt, és hát rászállt a... Csituljon! Szóval rászállt a kereskedőre, aki a fák között rohant, de egy fegyverdörrenés elijesztette a sast. The merchant was leaving the forest and was gleeful, thinking of the money that would soon be his. A kereskedő elhagyta az erdőt, és örvendezett arra gondolván, hogy mennyi pénzt fog ezért kapni. But a great tree fell, blocking his way. He had to turn back and find another route. De egy hatalmas fa dőlt ilyenkor elállván az útját. Vissza kellett fordulnia, hogy másik utat találjon. And that is where he met the bear once more. És ekkor találkozott újra a medvével. The great spirit stopped him that day, and the bear had its revenge. A nagy szellem megállította őt aznap, és a medve bosszút állhatott. To anger the earth is to sacrifice your life. The great spirit sees all. Remember that and be wary. Respect is the way of the tribe.
Ha felbosszantod a Földet, akkor a saját életedet áldozod fel. A nagy szellem mindent lát. Emlékezz erre és vigyázz. A tisztelet a... Tribe, mi is volt a Tribe, basszus? Tribe. Churchill, mit művelsz? Hey! Terror medve. A törzs útja, igen, a tisztelet a törzs útja. Na, csak meg lett. Lapozunk még egyet. Ős indián szimbólumok. Ó, ott a koponya, oda nézzetek. Szóval jeleki szimbólumok. Native American hunters use symbols and signs scratched on the trees or daubed on the walls to communicate with other tribe members. Oké. Az őslakos vadászok szimbólumokat és jeleket használtak a fákba vésve, vagy a falakra festve, hogy kommunikáljanak a többi törzstaggal. Many symbols conveyed religious or mythical beliefs, others warned of danger or offered protection, and some told of good hunting grounds. Számos szimbólum vallásos és misztikus hiteket. Á, nem tudom, mit jelent a könyveit, szóval maradjunk annyiban, hogy közvetített talán. Szóval számos szimbólum vallásos és misztikus üzeneteket közvetített, még a többi vagy veszélyről figyelmeztetett, vagy védelmet adott, vagy pedig jelezte a jó vadászhelyeket. Most symbols were specific to the tribe that used it and would be unrecognizable to other tribes. A legtöbb szimbólum specifikus volt egy törzsnek, amik más törzsöknek felismerhetetlenek voltak. Shown below and opposite are some symbols used by tribes in North America and Canada. Alant látható pár szimbólum, amit a észak-amerikai és a kanadai törzsek használtak. Image of a hunter symbol, good hunting ground. Nézzük csak. Aha. Egy vadászjelről egy kép, ez a jó vadászmezőt jelenti. Image of a butterfly symbol. Egy kép egy pillangó szimbólumról. A vision or dream of the future. Egy vízió vagy egy álom a jövőről. Image of a skull symbol. Kép egy koponya szimbólumról, és ezt láttuk egy kicsivel régebben. Májkékkal. A ward or spell protecting against evil spirits. Ó, nocsak. Egy varázsige, mely ártó szellemek ellen véd. De jó. A bányában láttuk ezt, igen, akkor ez nem feltétlenül rossz jel. Jó van, kisasszony, befogta már a száját, ú, de örülök neki. Oh, egy puska! Ez egy tűz? Ja, Istenem. Check out this gun! Need to the... Hú, mekkora pénis tartok a kezemben, ide és... Come get some. I have a penis in my hands. I didn't care, I just said that. Jó van, tedd vissza azt a puskát. She'll never understand what we have together. Jessica sosem fogja megérteni, hogy Mike és az a puska. Miket nem éltek meg már együtt ebben a fél pillanatban. Oké. Okay. Itt valami izgiség. Mi van? Micsoda? Ó, a telefonod? No. I must have dropped it outside. Ó, hát ez elég szomorú. I can't lose my phone. My parents will kill me. You can always get a new one. That's like my fourth one this year. Okay. Negyedik telefonod idén. It's gotta be outside. Yeah, I don't think we want to go out there right now with the bear or whatever it is. Ez jó gondolkodás. Fine. Egyelőre ne akarjunk kimenni. Oh, no csak, mi van itt?
cookie. Who's gonna fire up some nookie? Looky, looky, who's gonna fire up some nookie? Barátom, na jó, próbáljunk meg begyújtani ide, ha bár nem tudom, hogy tűzifa van-e oda bent. Mizu? Mizu? Az biztos. Ó, hát azért nincs olyan rosszul ellátva ez a hely. Igen, szeretném kivenni azt a fát a helyéről. És ó, hajjaj, az utolsó. Ó, mekkora király vagyok. Man one, fire zero. Hát ez egy kicsit könnyen meggyulladt, tényleg. A valóságban sose sikerül ilyen könnyen. Hozza vissza nekem a telefont. Óha. Kapcsold már ki azt a zseblámpát, annyira idétlen. Valaki aztán igazán élvezi ezt a látványt. Ó, hová tűnt ez a sok ruha hirtelen? Ez kicsit se lesz furcsa így. Vihetem a fegyveremet is. Ne. Hey, kisasszony maga aztán, wow! Ez valami rendkívül bosszantó zenének hangzik. Ó, ez csodásan néz ki itt. Szeretnék bemenni oda, igen. Ó. Oké. Az a bármi kutyám majom, aki itt volt, ezek szerint visszahozta a telefonunkat? Jaj, de kedves tőle, köszönjük szépen! Igen, ez a telefonunk. Igen, ez egy telefon. Mike, kérlek, rakd el. It's your phone! What? How is it my phone? I don't know, it just came through the window. Oh. God damn it! What? Those goddamn assholes probably followed us out here to fuck with us and just when we were getting down to business. Bármire is készül, kisasszony, ne tegye. Ó, Istenem. Hey! Yeah, pricks! That means you! I know! Úgy fogok mi még baszni, mint soha senki! Ha! Ha! Befejezted, köszönöm. Az kurvára nem egy medve volt. Fú, te jó Isten. Hé. Do you really think the girls were communicating with us? I don't know. I don't know if I wish they were or if I wish they weren't. I guess we should find out. Á, most megyünk a könyvtárba. Oké, viszont mielőtt elindulunk a könyvtárba, itt az én kis megérdelem egy pisi szünetem. Már is jövök vissza, egy pillanat türelmet kérek. Na. Kedves lányok, kedves srácok, hoztam magammal egy kis kolát, meg egy kis snack csípős kolbászt, szóval ezekkel fogjuk folytatni a dolgot, de előbb, hadd nézzem, hogy a pillangó effektusok frissültek-e. Az eddig megtalált nyomok is frissülnek. According to the book, in the cabin, the symbol are to ward off evil spirits. Így van, erre most jöttünk rá az imént. Igen.
nincs meg, azt nem tudjuk vizsgálni. Itt viszont van új bejegyzés, ha jól látom. Nézzük csak. Igen, Jessica megköszönte. Hálás volt Mike-nak a hűségéért. Mike továbbra is kellemes pozitív hatást gyakorol Jessica-ra. Igen, kétszer is. Jessica was a pushover, oké. Okay. Jessica egy arrébb lögdöső volt, vagy mi? Oké. Oké. No. Szóval... A könyvtárat kéne lecsekkolni. Az biztos. He looked like he was keeping it together, but... I think we shouldn't have mentioned his sisters. That's why we came back up here. Yeah, but not to, like, have a seance. Maybe we went too far. Hát... Sose jó voltakkal beszélgetni így. Én mondom. Bocsássatok meg, de ez a csípős snack kolbászos kurva jó. Na csak. Hana szemüveg tokja. Hogy keresed itt? Valóban. Hanem rajta volt is a szemüvege aznap, mikor eltűnt. És ez az ő szemüveg tokja. Na nézzük, Chris barátunkkal mit tudunk kitalálni. Ki vagy megtalálni. Aramizu. Semmi. Jó van, lányok, srácok. Sajnos biztos vagyok benne, hogy egy-két dolgot, ami ilyen gyűjthető tárgyak, biztos, hogy el fogok hagyni. Talán már egyet-kettőt el is hagytunk sajnos. Mivel ez az első végigjátszásom ezzel a játékról, ezért ez nem olyan mindenre kiterjedő végigjátszás, mint amit általában megszokhattok tőlem, de igyekszem a legeslegjobbat hozni. Hú, mi ez itt? Ó! Oh. Nini! Igen. Fény jön lentről. Mi az ördög? És amúgy nincs is bekapcsolva az áram direkt? Aha, nincs elektromosság, de mégis jön elektromos fény a könyvtár padlózatának az aljából. Na csak. Mik vannak itt? Oda akkor valahogy le kéne jutni. Mi van itt? Ó, azt a mindenit! Csak nem Hanna szelleme dobálózik. Egy gomb. Why would there be a button? That's a good question. Should I push it? That's what buttons are for, I guess. De, nincs a kérdések. De előtte hadd nézelődjek itt már körbe. Hop. Van-e valahol valami érdekes, amit látnom kéne? A levert könyvek között talán? Látom, nem. Csak ez a rejtélyes gomb. De... Csak nem. Leave it to the Washingtons to have secret passages in their house? I mean, maybe they didn't even know this place is super old. Hoppáska. So, should we take a look? Yeah, after you. No. You go. Gee, thanks. Chris, micsoda hősies vérfiú maga. Ó, kamera, csótány, felvehető cucc, és itt, nem? Oké, akkor csak ez az egy. Ó, egy fotó. Ó, Hannának ott van a tetoválása.
Mi az ördög? I will take them and bleed them like pigs and rip off their soft white skin off fucking 16 years. 16 years I waited for pretty little Hannah and Beth. Yes. Elviszem őket és kivéreztetem őket, mint a disznókat. Letépem a puha fehér bőrüket. Kibaszott 16 év. 16 évig vártam, hogy a édes kis vártam az édes kis Hannára meg Bethre. Jesszus! Egy pillanat! Egy pillanat! Nyomok! Ez csak egy kép a Washington testvérekről. Biztosan pár hónap az eltűnésük előtt készült. Igen, és ott van Hannah kezén a pillangó tetoválás. Igen, ezt jobban látod. Ezt jobban megnézed. I think this might be what the spirit board wanted us to punt. The clue? Yeah, it's a letter. Let me see it. It's a threat. Chris, this is serious. We need to find Josh right now. Hát. Vajon Josh tud erről? Josh, tedd meg az automata ajtóit! De ide amúgy be akartunk menni. Erre Mizu. Ah, oké. Csak egy kis maszk. Semmi gáz. Do you think someone was actually after Hannah and Beth? If so, that would be really messed up. Az biztos. Az biztos ijesztően bosszantó lehetne, hogyha valaki ezeket a... mi ez? Mi ez? De jó, hogy befordultam ide. 2013. november 8-a. Dr. C.J. Softman. Race and Ethnicity Department. Oh. Kedves Dr. Softham. Oké. Softham? Igen. Köszönjük a válaszát. It's good to know that the tribe still feel an attachment to the land here, even if we have a few unfortunate problems. Graffiti, people sleeping in the outbuildings. This is their ancestral home after all. Jaj. Köszönöm a válaszát. Jó tudni, hogy a törzs még mindig kötődést érez az itteni földekhez. Még even if we have a few unfortunate problems. Még akkor is, hogyha van pár szerencsétlen problémánk. Graffitizés, emberek a külépületekben alszanak. Ez az ősi otthonok végül is. I have made contact with the descendants of the tribe and intend to make a donation to their elder council. Oh. Felvettem a kapcsolatot a törzsnek a leszármazottaival, és áldozatot szeretnék bemutatni az ősöknek. To their elder council. Azt hiszem, igen. Healing the wounds of the past won't be easy, but I feel it's a step that is necessary. Begyógyítani a múlt sebeit nem lesz könnyű, de úgy érzem, ez egy lépés, amit muszáj megtenni. Tisztelettel, Melinda Washington. On reverse. A másik oldalon? Oké. Saw that crazy guy again. Láttam azt a bolondot ismét. Thursday. 9-11 p.m. hanging around the generator shed. I'm going to start keeping a record. Oh, igen. Mit gondol erről a... a saját statisztikáim is növekednek. De király. Hát nézzem csak. Hol van a levél bizonyíték? Itt van. Nem, az nem az, de... Érdekes lehet, van még valami, amit meg tudok ezen vizsgálni? Add ide! Helyes! Nézzük csak... Egy levél Josh édesanyjáról.
az őshonos amerikai törzsekről, akik itt éltek a hegyekben. A levél hátulján egy odafirkantott feljegyzés van egy furcsa emberről, akit a ház közelében látott. Looks like it was written by Josh's mom. Yeah, she's really making an effort to set things right with some native tribe or something. Yep, the bad karma goes back a long way. Okay. Mi ez a kameraállás? Jó, rendben. Pillanatra azt hittem, hogy Chris valami rettentő fontosat szeretne csinálni, vagy mondani. Kukucs! Kukucs! Ó, ez a fő bejárat. Helyes, zárva van, nagyon jó. Maradjon csak így. Ha jól látom, semmi más nem tudok megvizsgálni, csak is kizárólag tovább menni. So, I've just been thinking about something I saw earlier with Sam. What? There was like this wanted poster, like full on western style, you know? So? And Sam really thought there was someone following her around. So what you're saying, there's some criminal up on the mountain with us? Lehet. There was a message on this answering machine I found, and it was from this sergeant saying that there was this guy who just got out of prison and that there was nothing he could do. Well, what do you mean? He was saying it like a warning. I mean, maybe that's whoever was down in the basement before. What? Under the floorboards in the library, the light, and then I found that crazy psycho letter. Chris, if this is your way of trying to make me feel better, you're fired. Okay. You hear that? That was Josh! Coming from the kitchen. Josh! Josh! Coming! Oh, he's very angry. Ashley! Ashley, what's going on? Come again! Ashley! Mi történik ott? Gyerünk! Oh, szép. Ash? Oh! Hello. Maga meg ki a fene. Gondolom a kukkoló. Valamilyen cuki lufikat hagy meg, gyertyákat.